Elmondásuk szerint nem, vagy csak kevés cserezsákot kapnak a szelektív hulladék összegyűjtése után Hetényegyházán. Áprilistól pedig már elindult a zöld hulladék elszállítása is, ami után szintén zsákot kell, hogy kapjanak a lakosok. Szabó Gábor, a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Termelés vezetője elmondta, ritkán, de előfordul, hogy kevesebb zsákot tudnak adni, de az ügyfélszolgálatokon szükség szerint további 3 darab zöld zsák és korlátlan számú sárga zsák igényelhető ingyenesen. Kevés alkalommal előfordul, ilyenkor ugye ügyfélszolgálaton lehet betelefonálni, akkor a következő alkalommal tudunk, hogyha addig nem tud ugye várni, mert hát ugye nyilván a hulladéka keletkezik, akkor a ügyfélszolgálaton tudja pótolni a zsák mennyiséget, de csak az ügyfélszolgálaton. Kecskemét lakosai szerint egyes helyeken pedig 1000 forintos árért lehet plusz zsákokat kapni bizonyos illetőktől, ahol nincs elég zsák, mert vagy nem kaptak, vagy mert elvitte valaki. Az zöld hulladék gyűjtés esetén járat 2 darab cserezsákot biztosít, csomagolási hulladék esetén annyi cserezsákot, amennyi kihelyezésre került. A cserezsákok ingyenesek, ellenszolgáltatás nem kérhető. Az említett esetről nincs tudomásunk, a járaton dolgozó munkatársainknak e szabály szerint kell eljárniuk. Aki tehát további hulladékot helyezne ki, az a Csányi János körút 14 vagy a Békefasor 71/A szám alatti ügyfélszolgálatokon kérhet, akár többlet hulladékos zsákot is. A zöld hulladék elszállítás és a lomtalanítás megváltozott rendjéről, valamint az igényelhető komposztáló edényekről kiemelő című műsorunkban láthatnak bővebb összeállítást.